Békeség. Szeretettel köszöntök ma is mindenkit. A mai napi új szövetségigét olvasom, amelyik írva van Máté Evangélium a 15. részének az első kilenc versében, amelyikből az elsőtől a harmadikig és a hetediktől a kilencedikig terjedő szakaszt olvasom fel. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványait az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, ti pedig miért szegítek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát. Képmutatók, találóan profétált rólatok és Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Jézus Krisztus ebben az ígében hiába való Isten tiszteletről beszélt, egykor a hozzá érkező farizeusoknak és írástudóknak most nekünk. Miért van erre szükség? Hát van olyan tisztelet, amivel az ember Istent tiszteli, és valamiért mégis hiába való? Hogyan kell értenünk azt, hogy ha emberek rendelkezéseit tartjátok meg, a ti Isten tiszteletetek hiába való. Jézus ebben az igében pontos eligazítást ad hallgatóságának, amikor azt tanítja, nem mindegy, hogy hogyan imádjuk az Istent, mert lehet őt hiába valóan is imádni, és lehet az Isten igéjét érvénytelenné tenni, felcserélni hagyományokkal, emberi rendelkezésekkel. Istent úgy kell imádnunk, hogy ismerjük őt. Istent úgy kell imádni, hogy tudom, hogy kit és miért imádom. Mert tudom, hogy ki ő. A Biblia szerint Isten ismerete nem akármilyen kérdés, hanem üdvösség kérdése. Egy más alkalommal mondja Jézus, az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És itt van a következő kérdés, hogyan lehet Istent megismerni? A válasz egyértelmű a Bibliából, az ő kijelentéséből. Isten kijelenti magát nekünk, bemutatkozik nekünk az ő ígéjében, mindent közöl velünk az ő ígéjében. Nincs szükség tehát emberi rendelkezésekre és emberi hagyományokra, hogyha azok háttérbe tolják az Isteni parancsolatot. Lehet úgy is tisztelni az Istent, ahogy emberektől tanultuk. Nekem a nagymamám így mondta, így tanultam. És lehet úgy tisztelni, hogy ezt mondja a Biblia, így mondja a Szentírás. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek tiszteletre méltó emberi parancsolatok, amelyeket jó komolyan venni. Ezek azonban csak ideig valók. És nem ezeknek kell. Meghatároznia Isten tiszteletünket. Isten egyféleképpen jelenti ki magát, és nekünk azokat a rendelkezéseket kell komolyan venni, amelyeket Isten jelentett ki az ő igéjében. Ezért kell ismerni, megismerni Isten beszédét. Ezért hasznos és üdvösségünket munkáló, hogyha rendszeresen, például reggelente, itt az ige időben, együtt olvassuk, tanuljuk, igyekszünk jobban megérteni, mi az Isten akarata, mit vár tőlünk, azaz, mi az ő parancsolata. Törekedjünk hát Isten helyes megismerésére, hogy helyesen tudjuk imádni őt, azért, hogy ne legyen hiába való a mi Isten tiszteletünk. Amen.